Sajnos az összeszerelés közben kiderült, hogy ez a vízmelegítő, ez egy vajlant vízmelegítő, ez nem működik. Viszont használunk a másik helyen is egy ugyanilyen vajlant vízmelegítőt, és azt is úgy vásároltam, hogy az sem működött, és az a bajuk, legalábbis nagyon remélem, hogy ennek is csak ennyi baja van, hogy van bennük egy hőbiztosíték, ami így néz ki, ez a kék volt ennek a hőbiztosítéka, ugye rá van oda írva, hogy 117 foknál old le, és itt van benne egy pici kis ilyen, hát nem is tudom minek nevezzem, mindjárt próbálok ráközelíteni. Tehát ott van benne egy kis fém, ami gyakorlatilag egy olvadó biztosíték. De nem lehet látni igazából rajta semmit, hogy most tönkre ment vagy nem ment tönkre. Tehát ha valaki ezt nem tudja, akkor egyszerűen kidobja is, ennyi a történet. Viszont elég olcsón, kemény 600 forintért lehet hozzá vásárolni hasonlót. Ez viszont, ha jól emlékszem, akkor 105 Celsius fokon olvad le. Úgyhogy nagyon vigyázni kell, hogy meddig csavarjuk fel. Elvileg nincs benne nyomásszabályzó, ami megakadályozná az, hogy így is üres állapotban is felfűtse. Én arra leszek csak kíváncsi, hogy így működni fog-e már. Nem ellenőriztem szakadásmérővel, hanem egyszerűen csak ezzel az eszközzel. Tehát a vezetékben idáig volt áram, innentől pedig nem. Úgyhogy ez arra utal, hogy tönkrement, illetve mint az üvegbiztosítékban egy nagyon vékony kis szál van bennük. Megnézem, hogy egy kézzel ezt tovább tudom-e tuszakolni, hogy megmutassam. Tehát itt van ebben is ez a kis fém cucc, és abban van egy nagyon vékony kis olvadó szál. Ezt is csak a srácoktól tudom az üzletből, remélem, hogy igaz, amit mondok. És ez olvad ki, tehát nem látok majd semmit rajta, hogyha nem működik, egyszerűen ki kell mérni. Na, gyorsan bele is fűzöm, és aztán mehetünk tovább. És közben sajnos megjelentek a szúnyogok is itt tavasszal, itt kering a kezem körül. Na, és a másik dolog, ugye ezt elég nehéz lesz beletuszakolni, oda kellene abba beletuszakolnom, abba a csőbe, ugyanis ez kicsit vastagabb, mint az eredetie, úgyhogy a másikkal is szenvedtem egy sort, és úgy kell beletenni, hogy ez ne érintkezzen a falával a szerkezetnek, hiszen ebben elektromos áram megy, úgyhogy az nagyon nem egészséges, hogyha az ott szépen letestelne nekünk. No, közben bele is toltam ide a kis csövecskébe, ezzel az egész kis szigeteléssel, és ide kell csatlakoztatni ugye az egyik sarut, ez a fűtőszálnak az egyik szára, és a másikat pedig ide, ahová bejön a fázis. Természetesen csak akkor birizgáljátok, hogyha áramtalanít van a készülék, hogy ezt mondanom se kell, ezt mindig megjegyzik, hogyha ilyet szerelek, hogy miért nem mondtam el az elején, tehát vigyázzatok, hogy áram alatt soha nem szerelünk. Na, akkor most letesztelem, ide bedugtam a villásdugót a konnektorba. Lehet, hogy le fogom cserélni a vezetékét egy hosszabbra, ugye ezt is rendeltem a Déllet honlapjáról, úgyhogy most fel tudom használni hozzá ezt a hosszabb vezetéket, ugyanis ezzel mindig bajom van, hogy nem ér el a konnektorig, és így nem kell akkor vacakolnom vele, hogy ezzel küzdeni kelljen. Természetesen ezt az eszközt csak úgy szabadna használni, hogyha vízzel fel van töltve, de nem hiszem, hogy nagyon ártana neki, hogyha most egy pillanatra kipróbáljuk. Ma nézzük. És bekapcsolt. Működik! Nagyon jó! Ez volt a baja. Ennek is ez az olvadó biztosíték, ami tönkrement. Most nem is Ausztriában vásároltam egyik ilyen vajlant készüléket sem, hiszen az osztrákok azok nem adnak el olyan eszközt, ami nem működik. És ugye mindig kockázatos, hogy mi a probléma velük, mert Magyarországon tuti, hogy nem működik szinte. Tehát itt nagyon ritka az, hogy olyan készüléket adnak csak el, ami tényleg működőképes, én legalábbis ezt tapasztaltam. De amint látjátok, egy 600 forintos alkatrészen megoldható, és ha még 3000 forint volt, 3600 forintból van egy tök jó vízmelegítő. És én mindig ennek vagyok a híve, hogy ne várjunk arra, hogy megérkezzen a melegvíz, hanem egyszerűen ide a mosogató alá közvetlenül behelyezem, és gyakorlatilag azonnal van melegvíz, 5 literes a tartálya, tehát nem olyan sokat tudunk bele nyilván használni, de egy mosogatáshoz bőven elegendő. Én 50 Celsius fokra szoktam állítani azért, hogy ne vízkövesedjen, és 5 éve használjuk a másik eszközt, és tökéletesen elégedett vagyok vele. Na hát most, hogy mennyit fogyaszt, ezek nem olyan nagy a teljesítménye. 1,2 kW-os, tehát nem egy veszedelmes fogyasztáson és pillanatok alatt fölmelegíti a benne azt az 5 liter melegvizet, és amit látjátok, egész jó a szigetelése is, és csak 5 liter vizet kell melegen tartania, nem egy egész boilernyit, tehát szerintem ez egy sokkal praktikusabb dolog, mint várni egy távoli villanyboilerből, vagy bármilyen boilerből odaérjen a víz, vagy mondjuk egy gázmelegítőből.
Hát ez egy vízpazarlás, így viszont azonnal van melegvizem, úgyhogy én ennek a megoldásnak vagyok a híve. Na, be is teszem a helyére, aztán élvezhetjük a melegvizet itt is. Nos, úgy tűnik, valóban csak ennyi volt a probléma, hogy ezt a biztosítékot ki kellett cserélni benne ebben a Vajlant vízmelegítőben, hiszen egy picit rájadom, akkor be is kapcsol és melegíti a vizet. Most körülbelül egy olyan 45 Celsius fokos lehet, úgyhogy én ide erre az egyes fokozatra állítom. Mindjárt nem sokára ki is fog kapcsolni. És ugye működik ez a fokozat is. Tehát a fokozat állítója is. Úgyhogy működik a hőérzékelő is tökéletesen. Gyakorlatilag készen is vagyok akkor vele. És 3600 forintból van egy ilyen vízmelegítőnk. Egyáltalán nem is sisterek, tehát nincs vízkövesedve sem. Úgyhogy valószínűleg ezzel az történt, hogy néhány évig használták, utána leolvadt ez az olvadóbiztosíték, és aztán egyszerűen kidobták. Igen, jó, forró víz. Én belőle épp, hogy állja a kezem.